Sziasztok! Ma folytatom a Mount & Blade Warband, keresztesek a dzsihadisták ellen végigjátszásomat. És itt maradtam ugyebár, hogy hát hadra kerültem a bulgárokkal is. Így most jelenleg ellenük harcolok. Az előző részben rengeteg bulgár sereget győztünk le. Vissza akarom menni Jelkalát amúgy. És... ja. Na támadjunk. Ne mozogjatok már! Köcsök bulgárok! Az a legrosszabb, hogy még a mongolokkal nem végeztem, azt most nem velük harcolok, hanem bulgárokkal. Jaj, még csak itt van 53 ellenség, az kész, oké.
Nem is volt rossz. Van lovagi torna. Annyira mondjuk most nem érdekel. Na ne szívas, még a pápai állam is hat a tized. Wow! Akkor mindjárt jönnek ők is. Ja. Ajjajjaj. Hát, na akkor most jó lenne egy béke a kergitekkel. Csak át kell menni a sárészba, és a kancellárral követet kell küldenem a kergitekhez, hogy kössünk békét. Ja. Az jó, az nagyon jó lenne. Még lerendezem a bulgárokat és a pápai államot.
bulgár nehéz kartforgatók, mi? Júj! Nyertünk! Bekengesz harcos. Jó, mindegy. Mi a fene? Gyerünk már! Ne mozdulj! Meg lett elsőre. De. Erről ennyit. Tegyünk, már mennyien vannak itt? 42. Tegyünk. Mennyit? 58-at? Tegyünk 58 magyar nemest. Remek. Van 100 ember. Jó, irány gyorsan Sharishoz. Na vajon mi a baj a kancellárnak? Ennyi. Fazi főúr és Kalavun főúr. El kell döntsem a vita tárgyát. Na mindegy, előbb felvesszük ezeket a csávókat. Vagy jól jönnek a pápai állam ellen. Meg a többi nép ellen. Jó, plusz küldjünk követet a mongolokhoz.
Küldjük oda... Küldjük Rolfot. Jó. Szerintem elfogadják, vagyis hát remélem. Jó, irány Ergelonvára. Ja nem, nem szállunk partra, de hogy szállunk. Jó, nem, nem jó. Ha fenébe nem élek. Ne, nem arra, erre. Itt kötünk ki. Oké. Okay. Ah, a pápai állam ostrom alá vette jelkalát, remek. Remélem elfogadják a békét. Oh. Ho-ho-ho! Ő is eltalált. Hú, csúnyán lenyilazzák őket, basszus. Esélyük nincs a pápai csapatoknak. Még vannak 20-an. Nem lehet körbe bemenni. Hát itt nem. Ja, ennyi volt. Largusé lesz. Meghengeszi nemes. Sargotot is ostrom alá vették. Ennyien vagytok csak? Hmm. 1124. Hmm. Hát az, az jó sok. Nézzük valami más csatateret. Inkább az első. Jó, sokan vannak amúgy.
Eltaláltam. Az biztos nem. Elkaptam a fát. Még nyegett egyet. Nem nagyon kedvez nekünk a terep. Azzal van itt a probléma. Hogy nem kedvez a terep. Túl dombos. Nem a legjobb ötlet amúgy itt harcolni most. Pápai lovag. De nehezen akart kidőlni a csávó. Jaj, nem jöttem jó helyre, itt sokan vannak. Már felét majdnem megöltük.
A francba! Ez a csávon meglátta, hogy két embernek levágtam a fejét, elfutott. Igaz, visszajött. Ó, te is úgy jártál. Ez komoly volt, basszus, miért levágtam két ember fejét, már futott is a csávó. Wow. Az beszart. Azt fejbe lőtte. Egész jól állunk. Micsoda mészállás! Wow! Jó véres! Hú! Levágtuk őket! Jó, ezeket eladjuk mindegy. Wow! És még mindig van izé, Leopardo Lali. Na jó van. Hű az anyját! Ez igen. Ez durva mészállás volt. A terep nem kedvezett nekünk, de nyerni nyertünk. Na végre megkaphatod az íjat. 183 emberem van, harcra kész. Hú, éppen hogy beértem. Vegyük meg eztet most, és majd veszünk másikat, másik fajtát. Mennyi a lovaglása? 4 pont.
Megkaphatja ezt a lovat. Hány embere van ennek a köcsögnek? 679, amiből 64 pápai lovas, 188 veterán lándzsás militista, 32 pápai őr, 41 pápai lovag, 90 számszeríjász, 110 nyergel számszeríjász. Wow. Jó van, most még valami aprója. Ennyi. Jó. Nekem meg harcra készen van 241 emberem. Ahogy elnézem, csak rohamoznak. Oh, az szép! Anyám! Jaj, de már! Ajaj! Sátok! Add a lovat, add a lovat! Oké, megyünk, megyünk innen! Oh, basszus! Az szép volt! Nem kellett volna ugrasztani! Bakker mennyi! Bazi nagy fejszés! És ilyen kaszás, hogy mi a bánat! Előre szeged láncsát akart a köcsök. Kinyírtam a lovat. Ujjjj. Bakker, ezektől tartok, mert ezek erősek. Ezek a láncsás sávok. Főleg lovasság ellen. Nekem meg pont az van. Egyáltalán nem állunk jól. Sőt, azt mondom, hogy vissza kell vonulni. Ez a sereg erős. Ez a sereg nagyon erős. Pápai seregek ugyebár jól fel vannak szerelve. Mondjuk... Nem hiszem, hogy megnyerjük elsőre. Nem már, haver! Ajaj! Ha, elébe.
haver az... Kemény volt az a csávó. Mennyi emberük van? 44? Húha! Vissza! 32 emberünk van mindössze. Jákala megkedvelt. Majdnem teljesen kedvel, már majdnem 100 ponton van. Ó, ott vannak a nemeseim. Jó. Nem kíván... Nem kíván békét kötni. Szóval nem kíván békét kötni. Rendben. Szóval nem akar. Mire odaérek, elveszítjük Sargotot, de nem baj. Ja. Gerlux. Hol is van? Mi a fene? Szenuszda vára felé tart, Jameját közelében lehet. Jó, mindegy, akkor. Vegyük vissza!
Könnyedén visszavesszük a várost. Ez ennyi. Nyolcvanhat csak. Tegyünk 34-et. Legyen 44. Nem, legyen, oké. Okay. Jó, és ezeket elküldjük, mert amúgy is eldezertálnak, hogyha mongolokat ölünk. Jó, irány Uhunvára. Mi a franc? Amúgy keményen nyomják a harcot a csávok. Nézzünk el Sargothoz, mi van ott. Ah. Nézzünk el Sunjet kébe akkor. Na a francba. Hamar elkezdték a támadást. ezerhatszáztizenhét, az annyira nem sok.
Beözöllenek a mongol hordák. Ez hadvezér volt. Ez átment a nyilvessző először. Kéne egy pajzs. Ah!
francba! Mennyien vannak? Hú, még csak 920-an haltak meg, vagy 930. Amúgy rohadt csúnya mészárlás folyik itt. Nagyon csúnyán mészárolják őket. Karavánmester 31-es szintű. Sirály. Kaptunk erősítést. Ez az első, azt hiszem. Még többen jönnek. Hűha. Rohadt sokan vannak még. Csak magyar nemeseim vannak. Még több erősítés. Wow. Azért van veszteségem. Ja. Hát bár ha minden igaz, akkor ennyi kb. Ja. Ja, ennyi volt. Hú.
két főuram is náluk volt. Fú. Na, jó van. 83 védő, mi? 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Remek, 100 védő. Ez pont elég. Bár úgy lesz, hogy vannak Kergit elit harcosom? Nincs. Jó, mindegy. Na! Kemény 17 ember kész a harcra. Hát az nem sok. Ezek itt nyomják a csatákat? Ja. Meg kéne segíteni a csávónak. Arra gondoltam, hogy mivel kezdenek problémák lenni a nemesek közt, én elküldöm az egészet. Szóval egyszerűen elmegyek a kancellárhoz, és az összes nemest elküldöm. Mindegyiket. Vagy nem jó ötlet? Ugyebár... Ugyebár az egész izét is úgy vittem át eddig, az egész végigjátszást, ami Mount & Blade-ben volt, hogy nem voltak nemeseim más királyságoktól. Szóval ez se kéne különbözzön. Ja, azt hiszem, hogy úgy lesz. Előbb még azért a mongolokat legyőzném, és csak utána. Hát amúgy lehet látni, hogy nem nagyon követnek se a nemeseim, vagy ilyesmi. Most is ugyebár az én királyságomba tart... Bakker... Mindegy. Szóval az én királyságomhoz tartoznak a nemesek, de hogyha besegítek nekik a csatában, nem tudom irányítani őket. Szóval valójában nem tudom, hogy kié. Kié miék. Mondjuk jó lenne békét kötni mindenkivel, és akkor lenne időm arra, hogy az elvett várakat, ugyebár... beerősítsem. Szóval minden övé tegyek katonákat, és hogy be legyenek védve. Annyira már nincsenek sokan. Negyvennyolcan is elmenekültek már.
Az jó sok. Elég gyávák ezek a mongolok néha. Na, még van egy. És egy se. Oh. Mind bátran harcoltak. Vegyük el Tulgát akkor. Hó, basszus! Az igen. Hát itt jó sokan vannak. 353 magyar nemesen van? Ó. Hát akkor mondjuk azt, hogy kevesen vannak. A főurak rohadtul megutáltak, meg utálnak meg. Főleg amelyiknek nincs területe, ugyebár. Bár itt van több, mint 1200 védő. Ó, még több. Ó, oh, oké, okay, elsőre kitámadnak, oké. Okay. Ám bár ez így jó, hogy kitámadnak, mert könnyedén lezúzzuk őket. Legalább megöljük a védők egy részét. Jó pár nemes lelőttem. Lelőttem a lovat. Majdnem. Nyertünk. Oké, támadunk. És magyar nemesek, tartsák a pozíciót ott, és nyilazzunk, mint állat. Ám bár ők is keményen lőnek minket.
Nem még félreállt. Baszki! Köcsög! Wow! Hát jól van. Szépen eltrafált a csávó. Na de... Na jó, egész addig lőjük őket, még van lőszer. Miután nincs, akkor támadás. Már majdnem 300-at lenyilasztak. És nem spártait, hanem mongolt. Na ja, egész addig lőjük őket, még lehet. Még megint jött erősítés, wow. Az jó, mert minél gyorsabban kapják az erősítést, annál gyorsabban hullanak. Az csak jót jelent, hogyha erősítéseket kell kapjanak. Lelőttek mindenkit a falakról. Remek. Ahogy jönnek fel, úgy hullanak is el. Több mint 400-at nyilasztak már le. Miért nem megyek amúgy közelebb? Ja, kezdenek kifogyni. Oké, srácok. Támadás. Több mint 450 embert nyilasztak le. Az szép. Nem lehet akkor már annyira sok védő. Ám bár... 450, meg ugyebár a kitámadásnál tuti voltak több mint 200-an. Hát még egy olyan jó 600 ember biztos van a városban. Nem, bár én még csak 34 embert vesztettem, szóval annyira nem sok. Jaj, nem már. Jó, oké. Kaptak erősítést. Erünk már, nyírjátok ki ezeket, de ez az egy ember leblokkolja az egészet. Lője már ki valaki azt a gyökeret, na végre. Mind arra az egy emberre figyeltek. Ugyebár van egy csomó íjászuk, ami jó, mivel ugyebár az íjászok inkább íjászatra specializálódnak. Milyen okosságot mondtam. És a lovagoknak ugyebár sokkal könnyebb dolguk lesz közelharcban ellenük.
Ja, csúnyán mészárolják őket. Sokan vannak. Bár jön az erősítés. Csak magyar nemeseim vannak. Se íjászok, se gyalogság, se lovasság nincs. Csak magyar nemes. Rengeteget lenyilaznak, mire ide érnek. Kaptak erősítést. Megint? Csúnya mészárlást tartanak a nemesek. Majdnem 1000 ember halt már meg. Hát nem tudom, 90... 87 a 170 ellen. Bár, ja, kapunk erősítést. Akkor jó. Bár szerintem még az ellenség is kap erősítést. Vagyis hát kell kapjon. Bár... Nem hiszem, mivel... Bár a kitámadásnál elvesztettek jó pár száz embert. Meg most már több mint 1000-et. Leverték a nemeseket.
sikerült nekik. Bár jön a következő hullám. Azt hiszem nem kapnak erősítést. Azt hiszem, hogy ennyi volt. És mivel mi vagyunk többen, így megnyerjük. Csak páran be vannak bugolva ide. Ja, jó páran, idióták. Már szerintem akik itt vannak, lehozzák. Ja, még sokkal többet levágnának. Megrúgta a csávót. Szép. Ennyi. Ez jó volt. Wow. Ha, Sanjarkana fogjam. Őt nem engedjük el. Na, ah, kiszabadítottuk a csávót. Hú, ez igen. Csak azokat az egységeket vesszük fel, amik max szinten vannak, mivel őket be is tesszük a városba. Ja, ez kb. Ennyi. Hú, remek. Ez jó volt amúgy. Nem gondoltam volna, hogy ilyen könnyedén meg lesz. Ezeket elküldöm, mert amúgy is csak eldezertálnának. 79 védő. Nem elég. 80. Nagyon 100 összesen, az kész. Meg még 23. Sisak kereskedő. De ezek szarcuccok. Ó, oh, Arti! Isten hozott újra. Mindegy, 23 számszer, és akkor van 123, ugye? Igen, akkor visszaveszünk 3 magyar nemest. 1, 2, 3, remek. Visszatért közénk Arti. Na! Enyémek ezek a területek. Kergiteket ugyebár felvehetnénk, de csak eldezertálnak.
Sarim is megkedvelt. Helyes. Itt van egy, na mindegy. Hú, Unus Dagvára kéne. Ah, itt van Brulanozsán. Kell várjunk egy napot, de az már azt hiszem, hogy a következő részben lesz, szóval holnap megtámadom a várat. Ó, baszki. Hú, messze van. Hát mire odaérek, tuti elveszítem. Ja! Köcsög! Há fenébe, nem is érdekel. Majd visszaveszem. Le kell győzem a mongolokat, hogy ne legyen a hátamban ellenség. Ja, vissza. A francba. Verceget is, nem érdekel, majd visszavesszük. Le akarom győzni a mongolokat, hogy ne legyen a hátamban ellenség. Miután nincs ellenség a hátamban, akkor mehet a többi. Aztán remélem, hogy a szövetségeseim is csinálnak valamit. Jaj, már csak a izék vannak itt, a városi örök. Na de akkor zárom a videót, srácok, aztán a következő részben folytatjuk. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!